Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Card Zone, és a mai videóban Harry Potteres csomagokat fogunk bontogatni. Mostában nem volt, úgyhogy gondoltam, nézzünk rá ezekre a Harry Potteres csomagokra. 15 darabot pontosan ennyit fogok kibontani. Tele van kártyákkal, mindegyik csomagban ugye 6 kártya van, úgyhogy szerintem ez elég jó kis album boostolás lesz. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem fantasztikusan jól néznek ki, vannak ilyen dombornyomott kártyák. Nincs más hátra, mint hogy bontsunk, mert ezek iszonyatosan jól sikerültek, és hát mert nagyban lecsengőben van a Harry Potter láz, még mindig sokan szeretik köztük, én is rajongok érte, de nem tudom, hogy meddig fog ez még menni, hiszen a színészek már rég felnőttek, teljesen más filmekben szerepelnek, kíváncsiak, meddig tudják még úgymond a róka bőröket lehúzni erről a szériáról, lehet, hogy ez az utolsó ilyen kártyás széria, amit ki tudunk gyűjteni, úgyhogy emiatt is extrém lelkes vagyok. Nézzük is meg, 216 kártya gyűjthető össze, abból 60 speciális, külön teszem a csillogósokat, meg a simákat, megnézzük, hogy a végére mennyit sikerül ezekből kibontani. Van itt nekünk egy Phoenix rendjés jelenet, majd utána két kis állat, Ron, Hermione állatkája, egy Neville, és itt a dombornyomot, amiről beszéltem, csikócsőr, ott látszik a fény megtörésénél, hogy ez bizony ilyen speciálisan dombornyomott kártya, itt ahogy megtörik középen, egyértelműen kivehető, bámulatosan jól néznek ki. Ez a kigyós néni, majd utána egy Dumbledore-os jelenet a barlangban. Amúgy a kártyák tényleg a mattos dizájnnak köszönhetően teljesen egyediek, hasonlót nem sűrűn láttam még. Na de nézzük a következő csomagot, a Roxford kis szimbólum, Harry Potter, ahogy éppen küzd a sárkánya a negyedik részben, Trimágustusa, majd utána, ez pedig a gömböknél ötödik, ez a csillagos Sirius Black, ráadásul, ide rakjuk, majd utána van itt egy Malfoyunk, illetve, hát ez pedig már majdnem, hogy a vége, Voldemort és Harry küzdelme. Okay. Nézzük a következő csomagot, sok hiányzik még, úgyhogy még bőven fogunk itt bontogatni, efelől nem kell, hogy aggódjatok, Albus Dumbledore, majd utána a Trimágustusa, ami igazából egy Zsupsz kulcs volt, ugye? Na, Cho és Harry, van itt nekünk egy Aragog, de jó, ez is ilyen 3D-s kártya, nagyon szép. Kettő csillogós apakba filmes plakát, gyönyörű szép ilyen szivárvány színű fóliával ellátva, illetve egy ilyen kis jelenet a halál erekéiből. Van egy-két filmből kiszedett jelenet, vannak ilyen befotózott dolgok, van ilyen animált, vagy hát ilyen megrajzolt, grafikus által megtervezett kép, úgyhogy azért látszik, hogy ebbe fektettek energiát. Ez pont egy ilyen filmes jelenet az Azkabani fogolyból, ma kezd, hát na, ott azért lesznek érdekességek. Van innen nekünk egy Dolores Umbridge, illetve Ron. Itt megint egy ilyen lunás, fú, de jól néz ki. 3D-s kártya, de fantasztikusan szép. Azt a mindenit. Hát, lenyűgöző. Nincsenek szavak ezek a 3D-s kártyák a kedvenceim. Majd utána Harry, illetve a három jó barát, pont egy ilyen krízis helyzet közepette. Na, de lássuk a következő csomagot. Ez pedig az első részből van, titkos könyvtár, majd utána a harmadik rész, dementor üldözés, egy kis Ginny, majd egy csillogós, szép dizájnú, Harry Potter éppen mászkál valahol, majd utána van itt nekünk egy Quidditch-es jelenet, ez is király, illetve sajnos egy dupla csikócsőr, az már megvan egyszer, ez a pak nem volt a legjobb. Attól függetlenül, hogy két csillagos volt benne, sajnos sikerült az első duplát is kinyitni. Jó, van itt nekünk egy ilyen trimágusos rész, majd egy Harry Potter és az Azkabani fogoly filmes plakát. Ó, de jó. Jó sok karakter, szinte az összes karakter egyébként benne van. Csak a legesleg jelentéktelenebbek nincsenek benne. Megint 3D-s kártya, nagyon jól néz ki. Illetve még egy csillogós Harry Voldemort küzdelme, de jól van megcsinálva. Illetve van itt nekünk egy Malfoyos kis kép,
Nézzük a következő pakkot. Ó, ez is ilyen filmszerű jelenet. Nagyon rendben van. Haha, Tonks, illetve van itt nekünk még plakát Sirius Blackről, illetve itt a csillogós, egy Tesseract. Fantasztikus. Körbepakoljuk a sima kártyákat a csillogósokkal. Ó, de király, titkok kamrája, filmes plakát. Ezeket is imádom egyszerűen. Nagyon szépen megcsináltak a csillogást. Kicsit lejjebb hozzuk, mert ilyen katyvasz van itt. Hogy azért rendesen látszódjon minden kártya. Főleg a csillogósok, azok meg is érdemlik. Nézzük a következőt. Na, megint Umbridge, hát ez nagyon szuper, nem túl kedvelt karakter, majd utána a Gryffindor háznak a festmény ajtaja igazából, ez pedig, hogy Piton védelmezi a fiúkat, lányokat, majd utána a banki jelenete, hogy a sárkánnyal kiszabadulnak, majd utána egy Roxfort, ez is ilyen grafika, megtervezett grafika, Voldemort, mielőtt még megtámadná a Roxfortot, amit ő is diákkorában olyannyira szeretett, hogy rohadjon meg. Na bocsánat, csak hát az érzelmek feltörnek. Jó, ez megint egy ilyen ikonikus rész a második fejezetben, ugye ott volt, hogy kinyírta Harry és Ginny a naplót. Ez ennek a eredménye. Majd utána itt megint Harry, talán ez Dumbledore keze lehet. Ahogy figyel, első részes Harry mennyit változott, jó ég. Nagyon durva, elképesztő. Majd utána filmes poszter. Fantasztikus. Hermione időnyerővel, illetve Harry táskával a Rónéknak adta földjén, háza mellett. Túl nagy magyarázat nincs a kártyákhoz, egyszerűen fotózott jelenetek, hátulján ugye számozás van csak, illetve még annyit találunk meg, hogy hanyadik részben volt benne ez a jelenet, de ilyen leírás nincsen hozzájuk. Itt talán két Harryt, illetve egy Csikó Csörmálfoly harcot, és egy 3D-s kártyát, ez pedig Ronnak a 3D-s lapja, a patronusával együtt. Majd utána egy Bellatrix-es poszter, ilyen poszterből volt már ugye, egy Siriusos, ez is egy ilyen jó kis jelenet volt halál erekéiből. Na de nézzük a következő pakkot. Ez pedig Sirius Black, csak kicsit más formában, nem hasonlít annyira az ember énjéhez, de ez még attól ő. Malfoy család egy képen, illetve van itt nekünk Trimágos tusás jelenet. A ragokból egy dupla, a franc egye meg, hogy jönnek ezek a duplák, viszont ez nagyon szép, a Quidditch-es jeleneteket amúgy is imádom, nagyon szeretem a sportokat, úgyhogy ez kifejezett kedvenc lesz nálam. Még mindig van jó néhány csomag, amit ki lehet bontani, úgyhogy haladjunk is tovább. Kóbor Grimbus, egy kis Mr. Mrs. Weasley, majd utána Malfoy, illetve egy Dumbledore csata jelenet. Ez nem annyira éles a kép, itt azért elég fényes volt minden az ütközetben, ez így érthető is. Ron Weasley, de jó! Hát, hogy őt is így megcsinálták, nagyon szépek ezek a kártyák. Illetve itt megint csak Malfoy szomorkodik. Hát ez van, barátom, hogyha a gonoszakhoz állsz. Na de, nézzük, következő pak. Már nem sok van hátra. Időnyerő, konkrétan az van az előtérben. Majd utána Harry, második részben van itt egy ilyen tojással, negyedik rész. Illetve ez pedig Ron, Hedwig a hátsó ülésen, és Harry, ahogy menekülnek el. Vagy éppen talán a suliba próbálnak bemenni. Ez pedig Neville, hogy hőssé vált a Gryffindor-es karddal. A végén fantasztikus jelenetek voltak. Nagyon szép. Utolsó előtti csomag, már kezdünk a végére érni. Hiába a sok csillogós. Még azért elbontanám itt egy darabig ezeket a pakkokat. Na de majd csinálunk display bontást is. Előtte viszont van itt nekünk Csikócsör Harry kapcsolat. Majd utána itt a Főnix rendjéből kis gonoszkodás. Harry, hogy mutatja a sebb helyét, kettő csillogós lesz itt. Az egyik egy százfülé főzetet készítő Hermione, illetve a másik pedig egy ilyen
Iskola lista, de jó, és amúgy olvasható. Mármint, hogy ezek az apró szövegek nem, az nem csak a kamerába, valójában nem nagyon aprózták itt el a betűtípus kiemelését, tehát nem foglalkoztak vele túl sokat. Viszont a többi az oké, okay. Tehát a pálca, a teleszkóp, talár, tök jó, hát én nem is gondoltam, hogy ilyen is lesz benne. Nagyon szépen néz ki, kígyós rész van itt nekünk. Utolsó csomag. Ebben mi van? Aha, második rész. Ismerős arc, ugye? Majd utána semmi extra, viszont itt vannak a csillogósok, itt egy Voldemort kép, Trimágus tusa, és az utolsó kártya megint egy dupla. Valahogy éreztem, megint egy dupla a Lunából. Itt pedig a Trimágus tusának a képe, amilyen kékes fényt vesz fel. Nagyon rendben van. Úgyhogy így nézünk szét, így nézünk ki. Remélem, hogy tetszett nektek azért. Én nagyon elégedett vagyok. Főleg ez a meg annyi csillogós, ezért ezeket így most már összepakolom a videó végére. Hogy lássuk így mennyiség szinten is, hogy mi a helyzet, mi az állás. Aztán szaladnak bele nálam az albumba, hogy ne tátongjon az ürességtől. Mindenképpen szeretném majd beletenni hamarosan. Limitedeket ugye ezekből a pakkokból nem lehet nyitni, tehát ahhoz vagy startert kell venni, vagy ugye vannak ezek az XXL-es blister dobozok, abban lehet esetleg limitedekre vadászni. Na de, meg is vagyunk a csillogósokkal. Azért ez mondjuk szép mennyiség. Elég komoly, vaskos kis pak. Hozzá képest itt pedig a sima lapoknak a pakja. Ez meg még durvább, úgyhogy ezeket mind nyomatjuk bele az albumba. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Legközelebb találkozunk, addig is jók legyetek, és ha van kedvetek, gyűjtsétek. Már mindenhol kapható ez az új Harry Potter széria. Legyetek jók, sziasztok!